Jé, egész jó vele süpped. Hát vastagon van a homok, mi? Igen? Ja, azt hiszünk haza, lesz vakolás. Mindenki bejön az útba. A mikrofonba. A mai települést hívják Tébának és Tisze volt, és a Nílus használták föl a két templom között a közlekedési eszköznek. Ezért volt fontos, hogy a templomoknak egy kapuja a Nílusra Nílus. Hova mész? Tessék? Ez volt az a kapu, ahova Asszuánból az alapanyagokat, az építkezéshez, a szobrokat itt ezen a nílusi közlekedési eszközön szállították be. Itt pedig a bejárati utat mindkét oldalról Sphinx díszíti, és a Sphinxek között megtaláljuk ezt a kos figurájút, és megtaláljuk a kos figurájúak, ezek pedig oroszlán figurájúak. Tehát a Sphinx még egyszer az egy olyan, egy görög szó, amely állati testet, rendszerint az állat az oroszlán, annak a jelképeként, hogy erő, és a Sphinxek szokott lenni emberi arca, az még az emberi bőrtegye. Mennyi a légy, nem igaz, ugrálnak rajta. És a kos pedig egy szintén egy szent állat, amelyik valamelyik Istennek a jelképe volt. Tehát szent hely, szent állatokkal díszített. Mindegyik Sphinxnek a lábánál egy kis jelzést látunk, második Ramszesznek a jelzését, amely arra utal, hogy ezt az utat második Ramszesz. Each one you find the vertical groove to fix or support here a flag in front of the temple, referring to the god of that temple. Tehát itt lehet látni, hogy négy, kétszer négy nyílása van a falnak, és látszik az, hogy tulajdonképpen az fent nincs még befejezve, de még következne valami. Hosszanti vertikális irányban pedig láthatók ilyen tartók, ahova a zászlót tűztek ki, amely még Istennek a tiszteletére.